önhöz hány perc alatt ér ki a tűzoltó, a rendőr, a mentő? Ez lesz a jövő kérdése, bár hozzáfűzöm, hogy már így is ez jelentős kérdés volt, mert a rendvédelemben, mentőknél is tapasztalható létszámhiány igencsak kiütközött. Belső információk, rendőrségi információk alapján azt kell mondanunk, hogy a rendőrség feltöltöttsége a mai napig jelenleg nagyjából 30%-os, ami nagyon alacsony. És bár a fegyverpénz, a 6 havi fegyverpénz, amit az oltás felvételéhez kötöttek, annyit idézőjelben javít a helyzeten, hogy fölveszik páran még az oltást, akik eddig nem tették volna meg, tehát sajnos a zsarolás sikeres, viszont messze nem mindenki. És hogyha néhány százalék is ezért elhagyja a rendőri pályát, akkor az katasztrofális következményekkel jár, bár azért amennyire tudjuk, nem arról van szó, hogy elhagyja, fizetetlen szabadságra küldik, kikötik nekik, hogy nem vállalhatnak másodállást, és nem is szerelhetnek le. Kérdeznénk én, és nagyon sok rendőr kérdezi, hogy mi akkor a kormány elképzelése, mit csináljanak, halljanak éhen, mert ebből más nem igazán következik. Úgyhogy a Mi Hazánk Mozgalom egy felhívást tesz közzé, hogy mindenkinek, akinek tapasztalata volt az elmúlt években már a rendvédelem kapcsán, hogy hány perc alatt ért ki a tűzoltó vagy a rendőr, írja meg a munkaügy@mihazank.hu e-mail címre. Ezeket a tapasztalatokat csatolni fogjuk ahhoz a petícióhoz, amit még korábban indítottunk a rendvédelem megmentéséért, és ezekkel együtt fogjuk eljuttatni a belügyminisztériumhoz, azzal a kitétellel, azzal a magyarázattal, hogy lássák, hogy már így is akadozik a rendvédelem működése. Gondolják el, hogy mi lesz akkor, hogyha az oltásterrort tovább folytatják. Könnyű megválaszolni a kérdést, összeomolhat a közbiztonság, mi ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni, így is azt látjuk már az utcákon, erre hívta fel az egyik rendőri alkalmazotta figyelmemet a minap, hogy nézzem meg, hogy nincsenek már járőrök, közteresek, mezőrök, polgárőrök látják el ezeket a feladatokat, és hogyha tovább folytatja a kormány a Covid-diktatúra kiépítését, akkor összeomlik, mint mondtam, a közbiztonság, káoszba fulladhat az ország, ezt mindenáron meg kell akadályozni, ezért mondja a Mi Hazánk Mozgalom, hogy ne legyen kötelező a Covid-oltás.